A Híd gyülekezetének nyíregyházi szeretetszolgálata hosszú múltra visszatekintő kapcsolatot ápol a családok átmeneti otthonával, valamint a Józsa András Kórház gyermekrehabilitációs osztályával. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó családok átmeneti otthona képviseletében Nagy Erzsébet vette át jelképesen az adományt. Az intézmény vezető elmondta, évek óta kapcsolatban vannak a Híd gyülekezetével. Szerették volna, hogyha nem csak a korábban megszokott ajándékozást folytatjuk tovább, hanem karácsonyra tekintettel olyan ajándékot, ami a családoknak és ezen belül a gyerekeknek okoz majd nagy örömet, mert korábban azért évekre visszamenőleg az intézményünk kapcsolatban áll a szolgálattal, és nagyon sok támogatást kapunk, köztük évek óta minden héten heti rendszerességgel, és havi több száz adag ételt kapnak a családok, ami nagyon jó minőségű, és azt tudom mondani, hogy ez az ajándék, vagy ez az adomány a családoknak egy nagyon nagy segítség, miután olyan tartós és olyan finom ételeket kapnak, amit több napon keresztül is el tudnak fogyasztani. Az adomány átadóval párhuzamosan a gyülekezet önkéntesei csomagolják a hátrányos helyzetű gyermekek számára a karácsonyi ajándékokat, amelyekkel mosolyt szeretnének csalni a rászoruló gyermekek arcára. Nagy Erzsébet azt mondta, a családok átmeneti otthonában éves szinten körülbelül 80-100 család veszi igénybe az ellátást az intézményükben, ahol folyamatosak a ki- és beköltözések. A Híd gyülekezetének a tagjai önkéntesen szabad idejükben készítik elő ezeket az ajándékokat, tehát egyfajta szolgálatként tekintjük, egyrészt Isten felé, másrészt az emberek felé, hiszen Istentől kaptunk egy szeretetet, úgyhogy aki ebben a szellemben él, annak alapvető és természetes, hogy próbál segíteni a rászorulókon. Körtvé Fáy Zsófia hangsúlyozta, a Híd gyülekezete szeretett szolgálata, vagyis a HISZ nem csak a karácsonyi időszakban, de egész évben segíti a rászorulókat.